lesz a hivatalos átadása a Kisviszályosi Kumánia gyógyfürdőnek. Torkos György igazgatóval beszélgetünk, mi mindennel várják itt a látogatókat. Szerezettel is egy vadonat új Kumánia Kunország gyógyfürdőjével, gyógy- és strandfürdőjével, kiváló gyógyászattal, egy gyönyörű háromcsillagos hotellel, és hát ifjúsági házzal is, illetve hát olyan kempinggel, ahol 5 faház van, 6 személyes faházak, és hát minden olyan kültéri lehetőséggel, úszómedencével, 33 méteres úszómedencével, gyermekmedencével, beltéren van, 5 beltéri medencénk, ami itt körbevesz bennünket, illetve hát vannak még ezen kívül csobanó medencéink, Kneipp medencéink. A Kneipp medence azt jelenti, hogy belelép az illető a medencébe, és apró kavicsokon sétálgat. Egyik lába a meleg vízbe, a másik a hidegbe, tehát ez egy pezsgő és egy wellness érzést is nyújt. A szauna világban van az egyik, a másik pedig a külső röngszaunában, a szabadtéren lévő szaunánkban van. Ez a medence, van még a gyógyászatnál azért egy olyan medencénk, amit úgy hívnak, hogy súlyfürdő. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon várja már, hogy megnyissanak. Mit kell még tudni, hiszen itt még javában tartanak a munkátok, mi van még hátra? Hát azok az aprólékos munkák vannak hátra, amik általában egy építkezésnél odahaza is megvannak. Esetleg lecsöppent a festék, ki kell egészíteni még egy csempével a dolgot, ami még esetleg ferdén áll, piszkosak az ablakok, még egy korlát hiányzik valahonnan. Tehát olyan aprólékos munkák, mondjuk persze térfigyelő kamerák még nincsenek fönn, illetve hát a szádában még az ágyak sincsenek, vannak nagyobb dolgok is, de elsősorban azok a aprólékos munkák vannak hátra, amelyek már azért nem fogják akadályozni a május elsője nyitást. Hát jó időt kívánunk Önöknek, és azért még mondjuk el, hogy mit kell tudni erről a vízről. Hát köszönjük szépen, jó időt, az ránk fér, és remélem egész nyáron jó lesz az idő, hogy el tudjanak jönni a kedves vendégek felüdülni, felfrissülni. 2 gyógyvízünk van. Mind a 2 alkáli-kloridos, hidrogénkarbonátos gyógyvíz, minősített gyógyvíz. Ez azért fontos, mert nem elég az, hogy egy víz 63 fokos, mondjuk, mint a miénk, mert abba úgy sem lehet belemenni, mert ezt le kell hűteni. És nekünk van egy olyan hűtőtornyunk, amiben ezt a vizet lehűtjük. Tehát nem keverjük másik vízzel, hogy az hűtse le, hanem a hűtőtoronyban a 100%-os gyógyvizet fogják a kedves betegek, vagy a kedves igénybevevők használni. És hát ebbe a kárba egyébként lehet végezni szintén gyűlölati vízsugármasszást is. A kád 2 perc alatt töltődik föl, és 3 perc alatt ürül le. Igen, hát ez a 2 korszerű 4 rekeszes galvánkár, és ebben lehet azokat a betegségeket, amik hát elsősorban izületi bántalmakban szenvednek, reumatikus betegségek, ezeket írja ki az orvos. Na most ez a víz egyébként nagyon sokrétű gyógyításra. Elsősorban mozgásszerű megbetegedések, szív- és érrendszeri betegeknek is alkalmas. Nyilván a megfelelően előírt mértékben és ideig szabad használni. Gyermekeket általában nem szoktunk örömmel látni, hogy benne vannak, mert őnekik még veszélyes lehet a gyógyvíz erős gyógyító ereje, mert azért őnekik azért kitágulnak az ilyenkor nem igazán hasznos erek, vagy a szívre is rossz hatással van, de a szülő megengedi, senkit nem tiltunk egyik medencéből sem. A gyermekmedence természetesen a szülővel együtt igénybe vehető, a kisbabák is bele tudnak menni, vagy éppen egy hozzátartozóval. A gyógymedencében azok a gyerekek, akik a szüleivel akarnak bemenni, bemehetnek, nem küldünk ki senkit, főleg nem zavarunk. Minden kedves munkatársunk azon lesz, hogy az ide látogató vendégek jól érezzék magukat, és hogy olyan élménnyel menjenek, hogy máskor is vissza tudjanak jönni, és másokat is tudjanak ide invitálni. Tomas Sándor államtitkár úr először a környék polgármesterével és jegyzővel találkozott, onnan jött megnézni ezt az új fürdőt. Gondolom, hogy elsősorban ott a közigazgatásban várható változásokról tájékoztatta a polgármestereket, és a startprogramról is biztos, hogy beszéltek. Mi a véleménye? Beindult úgy a startprogram, ahogy ön szerette volna? Igen, hát ugye már a tavalyi esztendőben is egy nagyon komoly változás ment végbe a közmunkaprogram keretében, és a tavalyi program tapasztalataira építve az idei évben, ugye a Start program keretében számos olyan intézkedést megtette a belügyminisztérium, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy itt
aminek a lényege gyakorlatilag az, hogy értékteremtés legyen a közmunka keretében is, ami a legeslegfontosabb dolog, hiszen ez annak is jó, aki részt vesz benne, meg annak is, aki ezt az egészet kitalálta. Úgyhogy gyakorlatilag mind az önkormányzati lába, mind az országos közmunkaprogram, mind a startmunka erre épül, erre az értékteremtésre. Ugye azokban a térségekben, ahol a versenyszféra nincs jelen, és nem is várható, hogy nagyobb tömegű létszámot képes foglalkoztatni, ott a kérdés az, hogy segélyhelyet, munkát adjunk, akkor erre a válasz egyértelműen a munka szó. De természetesen azt szeretnénk, hogy azok, akik hosszú távon valódi munkát szeretnének a családjuknak biztosítani, azok a versenyszférába találják majd meg a lehetőségüket, de ezt tudjuk, hogy az ország számos részén még évekig valószínű nem így lesz, ezért a közmunkára, startmunkára komoly forrásokat, lehetőségeket és energiát kell befektetnünk. Én azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív változás sokon ment keresztül a teljes foglalkoztatási rendszer a közfoglalkoztatás keretében, és azok a tapasztalatok, amelyek évről évre láthatók, azokat fölhasználva, és ugye egy nagyon fontos dolog, amit itt a szociális gazdaság, szociális földprogram, szociális szövetkezetek kapcsán manapság hallunk, hogy a közmunkának egy jelentős részét, tehát a súlypontját erre a szociális foglalkoztatási területre rátenni, hiszen a kettő közt az az óriási különbség, hogy míg a közmunkában gyakorlatilag ugye éves szinten kibemozgás van, tehát pár képzés is párosul mellé, ami nagyon fontos, a szociális gazdaságoknak az a lényege, hogy 2-3 éven belül értékteremtő munkán keresztül saját lábára képes állni a szövetkezeti rendszer, és önfenntartóvá válik. No, ez a fő cél, úgyhogy megindultunk, szerintem teljesen jó az az irány, amerre megyünk, türelem és idő kell ahhoz, hogy ez beérjen. Itt beszéltünk a munkahelyfejlesztésekről, hogy ezek mennyire fontosak. Itt vagyunk egy új létesítményben, már megtekintette, milyennek találja ezt az intézményt? Hát ez egy nagyon szép intézmény, és gratulálok mindenkinek, aki ezt megálmodta és megvalósította. Ugye kis új szállásnak ez egy gyöngyszeme lesz, ez egészen bizonyos, és foglalkoztatás szempontból is lényeges, hiszen ugye a korábbi 15 főhöz újabb 35 főt fognak fölvenni, ugye egy 50 fő, ezen a területen ez egy óriási dolog, és hát ugye azért ennek a közvetett hatásai is lényegesek, hiszen azért ide vendégek fognak megfordulni, nem kevés létszámban, szállodai kapacitás van. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan impulzus kap most itt a kis új szállás és környéke, ami nagyon fontos lesz az ő fejlődése szempontjából. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget!